Hát én nem tudom, ez ideál lenne. Létezik. Vagy a lentike. Nagyon messziről látom szakadó esőbe. Láttam, előbb bement egy lumik, a másik fülető részen voltam. Ismerősnek tűnt. Szerintem ez a Lenci papánk. Létezik a katánkot. Igen. Igen, ez a lencike. Jó, vagy jó, megismertem őt. Jó. Gyönyörűséges Lenci papánk. Na, akkor jött, akkor már csak két lóra várunk idáról is. Surprise interjúra. Jó. Arany kis cucikám. Kata mégiscsak lelovagolt a Lencit. Azért volt egy kicsit furcsa nekem, mi lovunk, nem a mi lovunk. Ugye messziről, de azért igen, szép feje van Lencinek is, ideálnak is, de a Lencikének valami fantasztikus, az szép. Jó, akkor már csak két ló és indulódásra megyek. Ugye majdnem minden lovunk életében először van ezen a pályán. Hát tavaly azért voltunk egy pár lóval itt, amikor volt ez a alagi verseny. Akkor itt voltunk egy hetet, egy pár napot, nem tudom mennyit. Gabiék keringenek a másik oldalon, Lédikével és Princikével. Eső esik, de még nem szólhatunk semmit. Ott a budai hegyek, gyönyörű az egész. Török Bálintig el lehet nyárt budaörsi dolgokat látni. Szél az erősödik, de még nem tudok a szót sem. Na ám, jó. Gyönyörű virágokat nem zavarja ez az időjárás. Gyönyörű kamillák, Istenem, beszél. Árvalány, haj. Ő nekik a csapadék jó, hőmérsékletet annyira, hogy nem érzékelik. Mi olajfák, egy liget, olajfaliget, így is mondhatnám, nagyon szép különben. Ott egy nagyon nagy bokor, olajfa bokor, itt meg a lencikénk. Lencikénk a visszatérő katánkkal. Épp mondom itt, hogy a visszatérő katánkkal. Onnan láttalak az ügetőről, csak mondom, te nem vagy itt, mert bukó nélkül, olyan lencike vagy ideál, de milyenk vagy nem a milyenk. Végül is felismertelek. Mi nem mentetek valahova? Nem kellett most segíteni. Jó. Nem érez semmit tegnapról, így gyere egy pár kört. Kicsit fáradtam. Jó, hát azért tegnap tudod mennyit mentünk? Nem nézted a videókat? Nagyon szereti a bakra. Tegnap nagyon sokat ment a kicsike, azért volt az átlazító neki. Nagyon. Tegnap is ugrottam bőven. Hát, vagy 18 ugrás minimum. Az igen. Sőt, többet is. Gátból volt 5, az 10, tuskó vagy 3-szor, az 12, meg hú, még 22 is. Szia, gyönyörűség. Jó van, kicsi, nem baj ez. Neked is vannak dolgok, de tegnap el voltunk így jó. 6 ló ugrott. És hozzáteszem, akkor 5, ha így megszámolod. Igen, Falkó nem, ugye a Pepi nem ugrott egyedül. Ja. Momentó, Scarpi, Falkó, ideál Lenci. Fáradt? Csak nem. Hát én nagyon picit úgy. Édesem, nem. Hónap ugyanez. Egy nem. Nagyon picit itt a végén, itt be itt. Jó, így van, nem baj, be is indulok. Holnap ugyanez, és szombaton meg ugyanaz, mint ami tegnap volt. Ugró. Jön ez a két gangster. Szerintem biztos. Ideál és a Szörpik, ez a vége. Egyenest arra. Nagyon jó ez a pálya, gyönyörűséges. Erről. Nagyon. Hát még a Béláik ott vannak az ügető részen még. Hát az még egy csodálatos, hogy kakuk, harkály, amit akarsz. Én meserdők, ligetek. Nagyon. Nekem az egész. Meg te is. Na, puszilak, várom ezeket a majmokat most már. Egyre rosszabb idő van, úgyhogy megúsztuk azért, na. Mára mondta nagyon rosszat. Szombatra már jó idő, nyugi. Hát, jó, bezárkózok. Esernyővel ne menj. Na, szia. Ideál meg a Szörpike, kész. Több nincs. Hát, szívem szerint kikapcsolnám a telcsimet. Ilyen pihenőre raktam előbb. Tehát nem tudom hova rakni, zsebembe rakom, akkor leállom is. És nagyon viharos szél van. Érzékeltetem így. Azt a szentit. Egyre sűvítő. Áj, basszus, majdnem elvitt. Egyre sűvítő. Beálltam ide egy fa alá.
Állítólag ilyenkor jöjj, de villámcsapások ilyenbe jönnek, ugye? Ott egy harkálynak a kis oduja. Mondom, egy tiszta nemzeti park itt, komolyan mondom. Csodálatos. Na, ide jöttem egy ilyen kis védett részre. Itt szoktunk különben körül a bokor körül dombozgatni régen a lovacskákkal. Itt lementünk arra körbe, most benőtt úgy sok mindent a növényzet. Lédikéjék még a másik oldalon, három kört mennek, majd valamikor kibukkannak onnan. Egyre nagyobb szemecskék.